Kijött a GTA 6 első bemutatója, bár egy alig egy perces videóról beszélünk, már most rekordokat döntöget, például 24 óra alatt 93 millióan nézték meg. És bár a játék csak 2025-ben érkezik, becslések szerint mire kiadják, a fejlesztési, a marketing, valamint az egyéb költségek elérik majd a 2 milliárd dollárt. Ez elképesztően súlyos összeg, tehát ez nem egy hollywoodi film, hanem mondjuk 10 nagy léptékű hollywoodi film, és most egy játékról beszélünk. Na most 10 év telt el a GTA 5 óta, tehát érthető a várakozás, a rajongók azok imádják, és mindenki várja a folytatást. Na most, mint minden GTA-nak, ennek is nagyon fontos részét adják az autók, és ebben a videóban azt nézzük végig, hogy a trailer alapján milyen autókra számíthatunk majd a GTA 6-ban. Na most, mivel több mint 700 autó volt a végére már a GTA 5-ben is, ezért nyilván nem minden autó fog feltűnni a trailerben, de az egy jó kis beszédtéma, hogy milyen autók inspirálták, vagy hogy milyen autókról mintázták a GTA-beli autókat. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjátok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. Vrum vrum, check engine logo. A Szakelmetál elindította az új autóalkatrész webshopját, és ennek örömére készülnek nektek egy kis promócióval. Ha az Amon Oliver promóciós kóddal regisztrálsz a webshopba, akkor nem csak extra kedvezményeket kaphatsz, de 15 000 forint feletti vásárlás esetén egy bögrét, valamint egy Yaris-os kulcstartót adnak ajándékba, sőt, ha átléped a 30 000 forintot, akkor rádupláznak, és két bögre, valamint két kulcstartó jár a rendelésed mellé. Részletek a leírásban, valamint az első kommentben. Annak, aki sosem játszott vele, fontos leszögezni, hogy a GTA szériában sosem voltak valódi autók, viszont aki egy egész kicsit is érdeklődik az autók iránt, mert mondjuk életében egyszer megnézett egy autós műsort, vagy a kezébe vett egy autós újságot, az azért nagy eséllyel látni fogja azt, hogy milyen autókról mintázták a játékban lévő autókat, vagy hát mi inspirálta a grafikusokat az adott autó megtervezése során. Azt már a Rockstar Games egyik alapítója, Jamie King is lenyilatkozta, hogy egész egyszerűen pokoli drága lenne az autókat licenszelni, másrészt a modellezés, a hangfelvétel és az egyebek az annyi macerával járna, hogy az egész egyszerűen nem tenne hozzá a játékhoz. És tényleg a GTA 5 utolsó addonjaival most már bőven 700 autó fölött járt a flotta. Képzeljétek el, hogy ekkora léptékben autókat digitalizálni, ennyi szerződést megkötni, ennyi adminisztrációs kört lefutni, hát nem 10 évet kéne várnunk a következő GTA-ra, hanem 100-at. Hát ez indokolja azt, hogy miért ilyen fantáziautók vannak a játékban. Viszont olyan fantáziautók vannak benne, amik azért pont úgy lettek megrajzolva, hogy azonosulni lehessen velük, hogy lehessen irántuk lelkesedni. Például, hogyha elkezditek nézni a trailert, akkor a klip 24. másodpercénél feltűnik egy Pegassi Zorusso, amiből kilógó hedonizál egy ilyen csaj, ami ez az autó amúgy egy kicsit Lamborghini Aventador, kicsit pedig egy Ital Design Zeruno. Kicsit arrébb láthatok egy Grotti Fúriát, ami hát így látszik benne a Pininfarina Battista és a Ferrari F8 Tributo is, de hogyha mondjuk csak a hátsó lámpát nézitek, az nekem teljesen az új Honda NSX-et jutatja eszembe. A következő autós jelenet az kifejezetten az autókról szól. Ugye a GTA-nak mindig célja volt többféle autós kultúrát megmutatni, mivel ez egy ilyen banda háborúzós játék, ezekhez mindig köthetőek bizonyos rasszok, bizonyos kultúrkörök, bizonyos nyelvjárások, és itt most éppen lowriderek vannak, meg donkok. Ugye a kapásból a kép alsó sarkában láthattok egy nagy amerikai szedánt, ez technikailag bármi lehetne, én szerintem mondjuk a Chrysler 300C-hez és a Dodge Magnumhoz áll igazán közel, aztán csendben elgurul a jelenetben valami Chevy Suburban-szerű full-size amerikai SUV is. Ezek eddig, ebben a formában legalábbis nem tűntek fel GTA játékokban, sőt, még láthattok egy Rolls-Royce Cullinent is, nagy felnikkel decens módon megcsücsentve, és az utca túloldalán már van egy Vapid Chino, ez ugye a játékbeli fantázia név, ez már létezett korábban is, ez a 60-as évekbeli Lincoln Continental, esetleg a picit későbbi Chrysler New Yorker játékbeli megfelelője lehet. Szintén ebben a lowrideres környezetben tűnik fel egy Albani Buccaneer lowrider, ami hát egy Buick Riviera, de van egy donk is, ez a donk stílus, ez nem biztos, hogy annyira ismert itthon. Ezek pont, hogy nem leültetett, hanem elég furcsán megemelt, ilyen röhelyes méretű kerékkel szerelt autók, tehát ilyen 36-38-szoros
méretű gurigák vannak alattuk, high-riserként is futnak. Tehát az a lényeg, hogy ezek ilyen jellegzetes 80-as évekbeli kockakasznik, ami alá betettek ilyen orbitális méretű kerekeket, majd kaptak egy rendkívül rikító fényezést, ugye ez nagyjából a Donk stílus. És hát itt a Donk autót azt egy Declass Tulip M100 fantázia nevű autó adja, ami egy negyedik generációs Chevy Malibu-ra hasonlít talán a leginkább. Aztán 33 másodpercnél láthatunk egy ilyen nagyon fancy Miami utcaképet. Itt van egy Pfister Comet S2, amit nem néz ki talán, hogy a Porsche 911 játékbeli megfelelője, és ha megnézitek a színét, azt a jellegzetes világos kéket, ez majdhogy nem egy az egybe, nyilván nem árnyalatra pontosan, de nagyon hasonló a Porsche Miami Blue színárnyalatához. Tehát, hogy még ezt is átvették. Aztán feltűnik még egy Grotti Cheetah Classic, ami hát ugye a Ferrari Testarossa, nyilván más a hátsó lámpák tagolása, meg egy kicsit máshogy néz ki oldalt a légbeömlő, de hát a kabin formáját, meg a sárvédő szélesítést azt nem lehet letagadni, és egy Grotti Carbonizzára, ami úgy hangzik, mint egy tésztaétel, ez pedig az Aston Martin V12 Zagato-nak a megfelelője. Itt még feltűnik egy Inventero Conquette D10, ami a C8-as, tehát már a középmotoros korvet, valamint egy Bravado Gauntlet Hellfire, ami egy összetéveszthetetlen utalás a Challenger, valamint a Camaro-féle izomautókkal, és a Hellfire az nyilván a Hellcat rejt célzás, tehát hogy ezeknek a nagyon durván túlmotorizált változata. A játék Leonida államban játszódik, ez ugye Florida játékbeli megfelelője, azon belül is Vice Cityben, ami meg hát meglehetősen egyértelműen Miami. Ez ugye a játéknak ismert helyszíne, volt már egy Vice City nevű hát kiegészítő, önálló játék, azért most meg fognak következni, de nem tudom, hogy pontosan, hogy kapcsolódott a GTA 3-hoz, ugye abban ugye Tommy Vercetti-vel játszhattunk, de a lényeg, hogy most visszatérnek ide, ami egy tök jó döntés, hiszen ebben az évtizedben nagyon zúz a 80-as évek nosztalgia. Ez a játék amúgy képi világában megidézi a 80-as éveket, tehát ha megnézitek a vibráló neon színeket, az autókat, mi egyebet, azért látszik benne, de a korunkban játszódó játék lesz, tehát lesznek közösségi média oldalak, lesznek okostelefonok, hasonlók. Ja, amúgy tudjátok a Facebook, mi a Facebook megfelelője a GTA világban? Life Invader. Életbehatoló, mennyire találó. Na de hogy vissza az autókra, a rendőrség sem szerénykedik, feltűnik Ford Explorer alapú rendőrautó, valamint ilyen Crown Vic alapú klasszikus alvázas rendőrautó is, és 45 másodpercnél egy ilyen intersectionben, tehát egy ilyen kereszteződésben történő motoros ilyen zúzásban egy Pfister Comet, egy régebbi Pfister Comet, ez ugye megint egy 911-es Porsche, ami hát egy levegős Porsche-t mintáz, talán 964-est, szépen ki van szélesítve, ami azért érdekes, mert a GTA ugye mindig törekedett arra, hogy valamilyen szinten a korszellembe passzoló dolgokat is beletegyen a játékba, és most ugye rendkívül népszerűek az RVB, tehát a Rauwelt Begriff által ocsortány módon kiszélesített 911-esek, lehet, hogy ez is éppen arra utal. És ott a sarokban még föltűnik egy Bravado Banshee, amit én először a GTA 3-ban láttam, már akkor is gyerekként, tizenpár évesen látszott, hogy ez bizony egy Dodge Viper. Olyannyira, hogy a GTA 5-höz készült egy promóció pár éve, amikor a West Coast Customs figurái egy Dodge Vipert átkasztiztak Bravado Banshee-nek. Tehát a játékbeli autót megcsinálták annak az autónak az alapjaira, amiről mintezték a játékbeli autót. Zseniális! És a vége előtt még van egy látványos drift, megint egy tulippal, ami hát talán egy második generációs Chevy Malibu lehet, de a bolti rablásnál még egy ilyen Chevy GMT 400-as pickup is feltűnik a háttérben. Szóval látszik tényleg, hogy lesznek új autók, látszik az is, hogy elővesznek a szériában már régebben használt autókat, de az biztos, hogy nem lesz belőlük hiány. Mondom, azt hiszem, hogy pontos szám, hogy 750 vagy 760 autó tűnt fel a GTA 5 végére. De nem csak az autók kapcsán merítenek az életből, hanem a trailerben feltűnő ilyen kicsit abszurd, parodisztikus jelenetek, azok nem abszurdak és nem parodisztikusak. Tehát ott volt az Ipse, aki például mesztelenül locsolgat a kertjében. Hát ez egy 2018-as esetet örökít meg, ezt egy floridai férfiről, tudjátok, a klasszikus Florida Man mém nagyjából innen ered. Egy floridai férfi, aki mesztelenül locsolt a háza mellett, aztán a rendőrök megkérték, hogy ugyan legyen kedves, ezt ne csinálja már. Szintén nagyon humorosnak hathat az autó tetején tverkelő
csaj a trailerből, de hát ez is a valóságból származik. Talán egy Volkswagen szedán tetején egy csaj rázza a seggét. Ezt is Miami-ban vették föl nyilvánvalóan. Aztán ott van a mesztelen férfi menekül a benzinkúton, ez is egy 2022-es eset, bár legyünk igazságosak, ez nem Miami-ban, hanem Ontario-ban, Kanadában történt meg, és a Halton Regional Police üldözött egy ilyen zakkant csávót. Aztán persze, ami autó szempontból még érdekes, ott van az ATV Mud Park. Hát Amerikában nagyon népszerűek ezek a mindenféle sarazós események, ahol emberek összegyűlnek ATV-kkel, UTV-kkel, terepjárókkal, monster truckokkal, pick-upokkal, mindennel azért, hogy aztán egy jó dagonyázzanak, olyasmi lehet ez, mint Somogy Babot, csak hát tízszer annyi pénzzel, meg valószínűleg némi metamfetaminnal. És a Redneck Mud Park location-t mintázza ez a jelenet a játékból, ez ugye egy ilyen táborhely Floridában, ami ilyen rendezvényeknek ad otthont. Aztán a visszatérő elem a trailerben is például az, hogy ők rossz motorokkal zúznak ilyen mindenféle bandák a városban. Ez is olyannyira valóságos, hogy 2023. februárjában 40 embert tartóztattak le ilyen motoros bandázásért, illegális veretésért, mert ezek ugye nem rendszámos járművek, illegális veretésért Floridában. Aztán feltűnik még egy 2 méteres alligátor, ami besétál a boltba. Ez is megtörtént 2013-ban egy Walmartba, ez a Tesco helyi megfelelője. És a nő a két kalapáccsal, aki áll a ház előtt és autókat zúz szét, hát ez is egy 2020-as esetre reflektált. Tehát ugye a GTA-nak ez mindig eleme volt, mert nagyon jól forgatta ki a társadalmi sztereotípiákat, nagyon jól reflektált ilyen groteszk és nehezen érthető eseményekre. Valószínűleg, mivel ez a játék minden eddiginél nagyobb és kiterjedtebb lesz, most is szügyig lesz ilyenekkel. Nekem nem annyira a stílusom, nem szeretem az ilyen jellegű játékokat, egyedül talán a Fallout New Vegas-szal tudtam eljátszani hosszabb ideig, azt is leginkább a története miatt, mert zseniális sztória volt szerintem, ami ráadásul több irányba futhatott ki, de az biztos, hogy már csak az autós vonatkozások miatt, hogyha kijön a GTA 6, akkor ki fogjuk próbálni, és mindenképpen meg fogjuk mutatni nektek. Nem tudom, meséljétek el rátok, milyen benyomást tett a játék, milyen autókat látnátok szívesen viszont, milyen játékos élményeitek vannak a GTA-val, vagy úgy általában mit gondoltok erről az egész őrületes hype-ról, ami jelenleg e körül a játék körül fut. Írjátok meg kommentben, aztán iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.